A Jászonykun Szolnok vármegyei főügyészség 2023. június 23-án társtettesként elkövetett emberrablás büntette miatt emelt vádat azzal a 20 éves fiatalemberrel szemben, akik a vád szerint 2022. január 27-én nem sokkal este 7 óra előtt Cibakházán egy 15 000 forintos tartozás behajtása érdekében elraboltak egy fiatalembert. A vádirat szerint egy busz megállóba csalták, ahová a sértett gyalog, a vádlottak személygépkocsival érkeztek. Kiszálltak és a tartozás megfizetését követelték tőle, majd megragadták a ruházatát és a kocsihoz kísérték. Belökték a hátsó ülésre. Kettejük két oldalról beült mellé, és a kocsival egy elhagyatott helyre vitték. Itt az egyik vádlott megfenyegette, hogy megerőszakolja, ha nem fizet. Ennek hatására a sértett végül belement, hogy a vádlottak levegyék a bankszámlájáról a követelt összeget, ezért egy bankautomatához vitték, ahol a sértett átadta a bankkártyáját a vádlottaknak, de szándékosan téves PIN-kódot adott meg. Miközben a vádlottak pénzt próbáltak felvenni, kitépte magát a szorításukból és sikerült elmenekülnie. Az ügyben kitűzött tárgyaláson iratismertetésre, perbeszédekre és határozathirdetésre került sor. A bűncselekmény elkövetésekor még a vádlottak büntetlen előéletűek voltak, illetőleg fiatal felnőttek. Ami lényegesebb, az nyomatékos enyhítő körülmény, hogy a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvá tették, az okozott kárt megtérítették. Az is lényeges, én úgy gondolom, hogy a bírósági tárgyaláson a sértett az első és harmadrendű vádlottnak elfogadta a bocsánat kérését és megbocsátott nekik, illetőleg a harmadrendű vádlott egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Ezzel szemben viszont súlyosító körülményt képez a társas bűnelkövetés, az emberrablás büntete vonatkozásában, illetőleg az, hogy büntetőeljárás hatály alatt állt a másodrendű vádlott, amelyből, mint kiderül, utóbb egyébként büntetést is kiszabtak. Bár büntetlen elkövetőkről van szó, de azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy jelen bűncselekmény esetében, mint ahogy úgy egyáltalán, a bíróságnak a középmértékből kell kiindulnia a büntetés kiszabása során. Az elsőrendű vádlott ügyvédje szerint elmondta, hogy figyelembe kell venni a bíróságnak a döntésnél, hogy mindhárman büntetlen előéletű fiatal felnőttek. Hozzátette, azt a körülményt is értékelni kell, hogy itt maga a sértett is vélhetően valamilyen nem legális cselekménnyel csapta be az elsőrendű vádlottat. Elmondta azt is, hogy a terheltek felkeresték a sértettet, megtérítették a kárt, a sértett pedig megbocsájtott nekik. A másodrendű vádlott ügyvédje szerint önbíráskodásnak, illetve a személyi szabadság megsértésének minősül a fiatalok által elkövetett bűncselekmény. A harmadrendű vádlott ügyvédje elmondta, hogy védence csak csekély részben vett részt az eseményekben. Hozzátette, hogy a bíróság vegye figyelembe azt, hogy a fiatal felnőtt élettársával kiskorú gyermeket nevel és családfenntartó. Az ügyben dr. Nagy Orsoly, a bírónő hirdette ki az ítéletet. Az elsőrendű vádlott bűnös társtettesként elkövetett önbíráskodás büntetében, amely a BTK 368. paragrafus 1 bekezdés, második bekezdés C pont, és személyi szabadság megsértése büntetében BTK 194 paragrafus 1 bekezdés szerint minősül. A másodrendű vádlott bűnös társtettesként elkövetett önbíráskodás büntetében, amely a BTK 368 paragrafus 1 bekezdés második bekezdés C pont, és személyi szabadság megsértésének büntetében, amely a BTK 194 paragrafus 1 bekezdés szerint minősül, és a rongálás vétségében, amely a BTK 371 paragrafus 1 bekezdés második bekezdés A pont szerint minősül. A harmadrendű vádlott bűnös társtettesként elkövetett önbíráskodás büntetében, amely a BTK 368 paragrafus 1 bekezdés második bekezdés C pont szerint minősül, és személyi szabadság megsértésének büntetében, amely a BTK 194 paragrafus 1 bekezdés szerint minősül. Ezért a bíróság elsőrendű vádlottat halmazati büntetésül 2 év szabadságvesztésre ítéli. A szabadságvesztés végletesi fokozata börtön. A bíróság az elsőrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggeszti. Az elsőrendű vádlott a szabadságvesztés büntetésből
annak végletes esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltétele szabadságra. A bíróság másodrendű vádlottat halmazati büntetésül 2 év szabadságvesztésre ítéli. A szabadságvesztés végletesi fokozata börtön. A bíróság a másodrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggeszti. A bíróság a felfüggesztett szabadságvesztés próbaidőnek tartamára elrendeli a másodrendű vádlott pártfogó felügyeletét. A másodrendű vádlott a szabadságvesztésből annak végletes esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltétele szabadságra. A bíróság a harmadrendű vádlottat halmazati büntetésül 2 év szabadságvesztésre ítéli. A szabadságvesztés végletesi fokozata börtön. A bíróság a harmadrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggeszti. A harmadrendű vádlott a szabadságvesztés büntetésből annak végletes esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltétele szabadságra. Az ügyész súlyosításért fellebbezett. Az elsőrendű vádlott és védő ügyvédje 3 nap gondolkodási időt kért, csak úgy, mint a harmadrendű vádlott és védő ügyvédje. Az ügyben érintett másodrendű vádlott és védő ügyvédje tudomásul vette az ítéletet. Az ügy tárgyalása a szegedi ítélőtáblán folytatódik.